Bravúrosnak értékeli a Lőrinci VSC idei szereplését Kerepesi Ferenc technikai igazgató, mivel újoncként a megyei első osztályban az előkelő harmadik helyen állnak a bajnokságban. Az edzőváltás után nyugodtabb lett a csapat, avatott be minket a szakember, és a téli felkészülésről is kaptunk információkat. Január közepén fog elkezdődni, vagy 10-e környékén, és 19-én már van téli kupa, tehát a csapatot beneveztük a Imola hírlap téli kupára, a nagypályás műves bajnokságra, ugye, és annak a sorsolása lesz jövő héten, csoportbeosztása, és 19-én kezdődik 3 mérkőzéssel. Tehát előtte már egy héttel biztos, hogy van edzés. Tehát itt lehet a fedettbe be tudunk menni, itt nálunk van a fedett műfres pály, vagy szabadba is tudunk edzeni. Hogy lesznek-e változások a csapatnál, azt nem tudni. A hivatalos átigazolás időszak január közepétől február közepéig tart, ekkor tudnak majd biztosat mondani. A cél viszont az a tavaszi szezonra, hogy a tabella első felében helyezkedjenek el. A célok azok az első hatba legalább a csapat ott tudjon maradni. Tehát ebből a szerepléssel reméljük, hogy ott tudnak, bár nagyon nehéz lesz a tavasz, hisz tavasszal minden csapat föltámad azért romjaiból, és próbál sokkal jobban szerepelni. Bár így is nagyon jók a lőrinci focisták eredményei, tavasszal, ahogy minden más csapat, megpróbálnak még jobban belehúzni. A klub vezetője elégedett a felnőtt csapattal, több tennivaló az ifi csapatoknál lesz, mondta Pierluigi Rizzo a 60 online-nak. A főcsapat egyelőre nagyon jól játszik, nagyon jó edzőünk van, és szerintem egy jó darabig majd nem lesz szükség rólam. Természetesen sportvezetőként az is az én dolgom, hogy foglalkozzam a főcsapattal, de és reméljünk, hogy majd egy pár éven belül akkor természetesen akkor egy szinttel följebb legyünk. Az otthon játszott mérkőzést 1-0 arányban nyerte meg a Lőrinci a felső tárkány ellen, így immár 30 pontot gyűjtve maradt a harmadik helyen.